Húsvéti készülődéssel invitálták az érdeklődőket a Szadai Fonóba a Cibere Népi Együttes tagjai 2015. március 24-én szombaton délután. A nagy sikerű kezdeményezésnek idén is a Szadai Faluház adott otthont. Ez egy nagyon új kezdeményezés. Tavaly a farsang alkalmával indítottuk útjára. Óriási siker volt, és akkor elhatároztuk, hogy a jeles napok köré mindig szervezünk egy fonót. A fonóról azt ugye tudni kell, hogy a falu népe mindig valami közös munka miatt, vagy valami közös mulatozás miatt jött össze. Ez volt az apropó. És itt találtuk ki mi azt, hogy legyenek kézműves foglalkozások, mindig az alkalomhoz illően. Most itt láthatjátok, hogy mik készülnek különféle anyagokból, tehát kézműves foglalkozás. Sütünk mézest húsvéti motívumokkal, és mivel a fonóban valami közös munka is mindig zajlott, így kitaláltuk azt, hogy az idősebb népi együttes tagok valamilyen tevékenység, az időszaknak megfelelő tevékenység köré szervezi a kis mesemondását. Most éppen kukoricát morzsolunk, farsang alkalmával pedig volt babfejtés, és eközben mesélik a régi történeteket az ünnepkörhöz, vagy a jeles naphoz kötődően. Próbáljuk közösen elolvasni, jó? Figyelj! Rózsa, rózsa, szép virágszá, szálló szélben hajladozzá, napsütésben nyiladozzá, meglocsollak, illatozzá. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a helyi népi együttes, a Cibere Népi Együttes tagjai adják a foglalkozásvezetőket. Ez azért is nagyon fontos, hogy akik nem csak őrzik a hagyományt, de segítenek minket megélni a hagyományokat. És ezért, hogyha majd körbenéztek, látjátok, hogy nagyon szép viseletben vannak, és csupa olyan motívummal, olyan anyaggal dolgozunk, ami autentikus, ami a helyi hagyományokhoz, vagy az országos néphagyományoknak szerves része. Itt mögöttem egyébként éppen házi szörpöket és húsvéti kalácsot lehet kóstolni, picit arrébb jöttök, gyékénnyel dolgoznak, tojástartók készülnek, még egy picit arrébb nyuszit készítünk csuhéból, illetve tavaszi virágokat. Akkor beszéltem már arról, hogy folyik a kukoricamorzsolás, de sütünk mézes kalácsot, ami nem csak karácsonyi, amelynek nem csak karácsonyi kötődése van, hiszen húsvéti motívumokat, tojásokat, nyuszikat sütünk és pingálunk ki. És velem szembe pedig tojásberzselés, ez is egy szadai technika is, folyik, és ez lesz a hímes tojás, csak berzseléssel. És időnként a szorgos munkát megszakítjuk, és Viktor és az Édó a vezetésével tavaszváró játékokat játszunk, és az aprók táncolnak. Azt gondolom, hogy mindenki kedvére való elfoglaltságot találhat nálunk. Mindent lehet kóstolni a Szadai Fonóban. A fonóban lekvárok, a házi készítésű lekvárokkal készültem. Ezek teljesen vegyszermentesek és tartósítószermentes készítmények. Van szilva lekvár, sárga baraszk lekvár, megy lekvár. Felnőtteknek hoztam megylikőrből kikerülő megyet, alkoholos megyet, és aszaltszilva likőrből kikerülő aszaltszilvát. Azon kívül hoztam gyerkőcöknek bodzaszörpöt és mentateát kóstolni. Hol készülnek ezek a finomságok? Otthon házilag készítem őket, általában saját fogyasztásra, de felkért Zsók, hogy hozzak gyerkőcöknek enni-inni való. Mindenki fölteszi a kezét!
tudjátok-e mesélni, hogy mit készítettetek és miből? Hát egy tojástartót és gyékénből vagy mivel? Igen. Egyedül készítetted vagy segítetted? Segítettek egy kicsit, hogy is kell az egésznek, de amúgy magam. De segítettek, hogy amúgy hogy kell megcsinálni, úgy nem tudtuk volna anélkül. Gyékényből készül ez a kosárka, amit nedvesen kell tartani egy kicsit, ilyen nylon zsákba tettük bele, hogy vizes legyen, és így könnyen lehet vele dolgozni, nem szárad ki, és nem fog törni. És könnyen szét lehet szedni szálakra, olyan szélességűre, amit igényel a munka. Hol tanultátok ezt? A nagyszüleinktől tanultuk, és húsvét megelőző időszakban mutatták meg nekünk, hogy a festett tojásokat ebben nyújtsuk át a fiúknak, ha jönnek locsolkodni. Mennyire ügyesek a gyerekek? Meg tudják-e maguk csinálni ezt a tojástartót? Nagyon nyitott volt minden gyerek, segítséggel mindenki remekül el tudta készíteni. Voltak ügyesebbek, voltaknek többet kellett segíteni, de mindenki nagyon élvezte, és tetszett nekik ez a munka. Kezetekbe. Nem tudom mi. Mi tudja? Locsoló verszak. És mi van a hátoldalán? Azt írják alá. Igen, azt szokták aláírni. És mit írnak alá? Fel tudod olvasni, hogy mi van ráírva? Tojásbázsalés, mézes tojás, csuhé, nyuszi, csuhé, virág, húsvétolás, régán, locsolóvás, gyékény, tojástartó, gyerekjátékok, táncház. És mire használjátok ezt a papírt? Hát itt kell aláírni, hogy már megcsináltuk. Mit tanulhatnak a gyerekek ennél az asztalnál? Mivel hogy húsvét van és locsolkodás van, a lányok ajándékot adnak a fiúknak, miután a fiúk őket meglocsolták, és ugye régen az volt a szokás, hogy virágot adtak a lányok a fiúknak, ezért virágot készítünk, csuhé virágot, és ez sokáig eltart, akár jövőre is meg lehet őrizni. És még nyuszit is készítünk csuhéból, mert hogy húsvét van, hogy egy kicsi, hát megemlékezés is legyen a húsvétról. Ezt a két dolgot készítjük. Hogyan fogadják a gyerekek? Hát nagyon népszerű, én úgy látom, hogy nagyon népszerű, sokan vannak, ez azt hiszem most is látszik, azt se tudom, hogy hova figyeljek, melyik gyereknek hallgassam meg a kérését. Szerintem nagyon népszerű, nekem csak az az egy bajom van, hogy szabad ilyet mondani, ügyetlenek a gyerekek, és nagyon sokat kell nekik segíteni, illetve nem is segíteni, hanem azt várják, hogy csináljam meg. De én megcsinálom szívesen, mert akkor legalább megvan. Talán Szadának az egyik varázsa is ez, hogy itt annyi minden van, és nem akarom magunkat dicsérni, de tényleg nagyon sok minden van. Add ide a diócskádat. Nagyon sok minden, sokféle minden lehetőség van. Mit vállaltak önöknek, mi a feladatuk? Hát mi ezt a kukoricát mozsoljuk. Hozott ilyen leveleset, leszaggatta, és akkor ezt a gyerekekkel együtt mutattuk nekik, hogy kézzel hogy kell mozsolni. Lemozsolt csutkából csinálnak ilyen ólakat.
középre beállítanak egyet, az lesz a balat. Hát sajnos azelőtt, így mikor a szülők borzsolták, meg a szomszédok, a gyerekek meg ebben játszottak. Hogyha hagytunk rajta levelet, akkor azt meg lehetett fosztani, és lett belőle hajas baba, kukoricababa. Azelőtt ebben játszottak, ebben építettek ott körülöttünk, nem volt tévé, rádió az már volt, de meg azt a mobiltelefon se volt, amit állandóan tekernek, hajtanak, és bizony nem olyan jó dolog. Sokkal jobb a játék. Ott hallgatták a beszédet, amit beszélgettek este, szomszédok összejöttek, és akkor ott egyik este egyiknél morzsoltak, másik este a másiknál. Hogy kell kukoricát morzsolni? Először lehoztuk a padlásról, mert télen a padláson volt a kukorica, lehoztuk, és a száráról letéptük, és úgy morzsoltuk. És ez volt a feladat nekünk, hogy morzsoljunk, hogy az állatoknak másnak tudjunk adni, enni. Maga a morzsolás hogy történik? Eszközzel, csak a két kezünkkel? Csak a két kezünkkel, és a csutkát, amiről lemorzsoltuk, azt megfogtuk a kezünkbe, és a másik kukoricát meg avval rányomtuk a szélire, és akkor avval tudtuk lemorzsolni. Mennyi kukoricát kellett régen morzsolnunk? Mit jelentett az, hogy a padláson volt a kukoricát? Hát én még most is, a múlt évben már, még a idén nem, de múlt évben is, 120 csomót törtem le, morzsoltam, kötöztem, és a padláson hordom le, ahogy esznek az állatok, mert van lovunk is a lányoknak, és tyúkunk 10, meg egy kakas. Álljunk kis csárdát! Mi készül itt? Mézes kalács tojások készülnek, amik palóc mintával lesznek megírókázva. A gyerekek nagy serényen nyújtják, formázzák és aztán díszítik. Mivel a kalácsot ünnepekkor adták régen is a locsolóknak, ez egy modern változat, amikor már a gyerekek is tudják díszíteni és adni. Mi van ebbe az íróba? Az írókázása az tojás, fehérje és porcukor összekeverve, és egy kis citromlével meg ízesítve, hogy finom is legyen. A mézes kalács az szinte az a recept, ami karácsonykor készül? Igen, igen, a recept az ugyanaz, az illat az ugyanaz, az íz is, a minta az más. Búj, itt van a Názaren kapucsán. Bátra lehet énekelni! Rajta leszakadt a pajta, fennmaradt a macska! Ha ezt valaki nem csinálja, mi nem csináljuk, akkor ez elvész, mert már kevesen vannak, akik ezzel szívből foglalkoznak, és fontosnak tartják, hogy ez menjen. És ez a falu, ez a közösség úgy érzem, hogy olyan, hogy itt nagyon sokan azt szeretnék, hogyha ezek a dolgok tovább mennének. Senki nem tartja meg magának a tudást. Nekem én azt szeretem, hogy egymást tanítgatjuk, az egyikünk ezt tudja, a másikunk azt tudja, és egymást. Tehát nem tartom én meg, hogy nehogy megcsinálj már te is egy csúly nyuszikát. Gyere, ülj mellém és csináld meg. Ő meg azt mondja, hogy mit tudom, én kosárkötő vagyok, akkor gyere, ülj mellém. És itt nem a művészi szint a fontos, hogy a művészi színvonal a fontos, hanem ez a közösség, ez az együttlét, hogy mindenki kapjon és adjon egymásnak.